A múltkor láthattátok a játékos kihívásunknak az első részét, amikor Zoli elég nehéz helyzetbe hozott engem, ugyanis 8 kedvenc játékomból kellett leválogatnom kettesével egyet, és egyet tartottam meg a végén. Most én is szeretném kihívni őt erre a játékra, úgyhogy most ezt fogjátok látni. Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel, én Győri Nádai Réka vagyok, ez pedig itt a Mit játszunk vlog. És akkor most meg is teszem a tétemet. Szerintem Zoli a legvégére a víz alatti városokat fogja megtartani. Aztán meglátjuk. Most jön a játék, behívom Zolit. Kész vagy? Kész vagyok, mehet. Oké. Okay. Sziasztok. 8 olyan játékot válogattam, amit szerintem nagyon szeretsz. Egytől 8-ig van számozva, hogy... Jajajajajajajajaj. Te csináltad, én velem. Jajajajajajajaj. Hát, Zoltán, ugye 1-től 8-ig vannak számozva ezek a remek játékok, és a te feladatod az lesz, hogy rejelveztem, hogy kettesével döntsél, és meséld el, hogy miért azt választod, amit választottál. Húzok kettőt, és igen, abból csak az egyiket tartod meg. Mindig csak az egyiket tarthatod meg, a másikat ki fogjuk dobni a kukába, eladom holnap. Jelentkezzetek a játékokért. Nem húzok. Vétó. Nem. Nem dobom ezeket ki. A játékokat nagyon csak szeretem. Csak elrakjuk. Elárulom, hogy van közte meglepetés, pozitív tényleg? Meglepetés. Hogy nem gondoltam, hogy... Ugye úgy pakoltam ki, hogy ne lássa legyen direkt. Ez és nem ez. Kis meló volt. Köszi Mind Extreme, hogy kölcsönadod az alkatrészédet. 4-es, 7-es. 4-es, 7-es. 1, 2, 3, 4. A pulzár. 5, 6, 7. A kaverna. A pulzár és a kaverna között válasszál. Légy szíves. Az előző videóban Réka nagyon szenvedett. Alig vártam, hogy visszaadhassam. Meg is kapod. Aha. Őket, csak a doboztetőt vettem le, mert ezek írtó nehéz játékok. Úgyhogy most csak elképzeljük, hogy megkapod a teljes játékot, és akkor légy szíves, döntsd el, hogy csak hogy itt láthasd magad előtt, hogy meglegyen a feeling. Tehát kaverna vagy pulzár? Igen. Biztos, hogy ez a 4-es, 7-es? Ellenőrizzük biztos. Le. Biztos. Jó. A Pulzár Vladimir Szuhi játéka nagyon jó kocka használó science fiction játék, bármikor nagyon szívesen játszom. Egy igazi felfedező utazás a játék világában, holott nem feltétlenül a világa miatt játszom, elsősorban a döntései miatt. Nagyon jó az, hogy a nagyobb kocka értékesebb, de ezért valami módon pozícióvesztéssel kell fizetnem. Az alacsonyabb kockával pozíciót nyerek, viszont azon nem tudok annyira érvényes, izgalmas akciókat használni a játék 8 fordulójában. A kaverna hasonlóképpen egy hatalmas nagy utazás a munkás lehelyezés világában. Én jobban szeretem, mint az Agricolát, sokkal szívesebben játszom vele. Nemrég be is mutattuk nektek végre, eljutottunk. Így van, hatalmas nagy favorit. Ez egy nagyon nehéz kihívás. Nyertél egy kis időt ezáltal, úgyhogy... mi magyarázom a játékot, közben hátul a process dolgozik. Iszonyatosan fáj meghoznom ezt a döntést, és fenntartom, hogy a Pulzár 2849-et én nagyon szeretem. Nagyon-nagyon szeretem, de a kaverna marad. Kaverna marad? A jó. Kaverna marad. Tehát ebből a kettőből én úgy döntök, hogy a kaverna című játékkal megy. Ez szörnyű! Csak ide oldalra elteszem, nem lett baja. Nem. Így van, a kaverna a 7-es, úgyhogy a 7-est megtartjuk, a 4-estől búcsúzunk. A 4-es az kuka. Fú, de szeretem ezt a játékot. Fantasztikus, hogy rengeteg stratégiai útvonal van, rögtön mindent rám bíz a szerző. Wow, hatalmas lesz szerelem. Kaverna remek. Akarom mondani. Jó, úgy? Így megérkezett. Így. Jó, most már tiéd. Jó. Illetve még nem, mert majd a második körben lehet, hogy kiejted valamivel szemben. Ugye tippeltél, hogy melyiket fogom megtartani? Persze, jó, tippeltem. Helyes, oké. Okay. Hármas, nyolcas. Hármas, nyolcas. Az Arnak és a Terra Mystica. Ez most komoly? Igen. Annyira imádom. Jó, szóval Arnak elveszett romjai. Miközben meg gondolkodtunk ezen a játékon, nem volt ennyire nyilván, hogy ennyire fog fájni. Dehogy nem, dehogy nem. És Terra Mystica. Terra Mystica és Arnak? Igen. A Terra Mystica életem egyik legnagyobb hatású játéka. Minden alkalom, amikor Terra Mysticáztam, én éreztem, hogy egy picit több leszek, gazdagabb leszek a játék során.
A Terramisztikát egy nagyon kedves ismerősünk tanította, érzelmi szálak fűznek hozzá, és nekem az Euró játék a Kaverna mellett. Bizonyos szempontból azért válogatnám be az Arnakot, hogy ne kelljen a Terramisztika és a Kaverna között döntenem, ha majd egyszer olyan együttállás lesz. Ne csalják! Mindig két játékból választunk. Így van. Ez csak azért van itt. Nem akarom szétópézni. Oké, tehát a Terramisztika egy hatalmas nagy favorit. A Gaia projektet is nagyon szeretem, mert az a kettő tökéletesen működik egymás mellett a polcon. Hát az nincs itt. Az Árnak elveszett Romi egy új favorit. Hasonló lehet, mint neked a Juharvör krónikája. Igen. Nekem ez a munkás lehelyezős, paklépítős kombó egy csoda. Fantasztikus. Pláne a kiegészítőkkel. És itt most egy picit meghekkelném a rendszert. Benne van a kieg? Benne van a kieg? Benne. Minden kieg benne van. Itt és minden. Most 2022-ben a videó felvétel pillanatában, felelősségem teljes tudatában én úgy döntök, hogy az Árnak megy tovább. Ezt nem láttam jönni. Rendben. Úgyhogy én azt mondom, hogy az Árnak elveszett. Akkor a 8-ast ad ide. Így van, a 8-astól búcsúzunk. Igen. A 8-astól búcsúzunk. Nagyon szeretem a Terramisztikát. Most azt érzem, hogy olyan most a jelenlegi kisgyerekes szülőségemnek egy nagyon nagy falat lenne. Itt és most én szívesebben játszanék az Arnakkal, játékos számtól függetlenül, akár egyedül. A Terramisztikát imádom, de most valószínűleg anélkül. Menjünk tovább. Történjen egy húzás. Na jó, még négyből választhatsz. Van egy kettes-hatos. Kettes-hatos. Hát kérlek gyanítom, szépen. Gyanítom, a hatos az az Odin lesz. Így van, és az Underwater Cities. Underwater Cities vagy Feast for Odin? Bizony. A Feast for Odin hasonló a Kavernához, annyi, hogy poliomino alakzatokkal van megtarkítva, a játékos maga előtt egy teret töltöget. Az Underwater Cities meg bizonyos szempontból nekem a master formálása mellé tehető mechanizmus építős történet. Mind a kettő egy csoda. Mind a kettővel rengeteget játszottam már, és még közel sem eleget. Bármikor nagyon szívesen játszom mind a kettőt, akár egyedül, a Feast for Odint jobban. Tehát nekem nagyon leegyszerűsített a szóló módja, mármint egyedül, de a Feast for Odin nekem minden alkalommal olyan nagyon böszme, olyan nagyon-nagyon ilyen blö. Hát mert nagy élmény. De a kipakolása is, az újrafelfedezése, elképesztő újrajátszhatóság van benne, az a rengeteg húzópaklival, a jóságos ég. Nekem egy picit elronthatóbb játék. Tetszik a Feast for Odinban a bátorság, próba, a vikinges téma mellett dolgozik az, hogy bevállalsz egy újabb területet, ami egyébként megbüntethet, és azért rádontja a mínuszpontokat. Az Underwater Cities viszont egy olyan innováció, egy olyan izgalmas döntés, hogy van 25 döntésem a játékban, vagy attól függően, hogy kiegészítő játszok vagy nem, de mindegyik döntésemhez, munkás lehelyezésemhez lejátszok egy kártyát, és olyan kártyát játszok le, megjegyezik a színével, akkor azt is végrehajthatom. E kettőből én most az Underwater Cities-t választom. Tehát én most az Underwater Cities-zel megyek tovább a belső indítatásom alapján. Ez bizonyos szempontból számomra is a meglepetések videója. Igyekszem szuper mód figyelni a saját érzéseimre, de e kettőből nekem most, ami most jobban veszi hozzám, amit most szívesebben játszanék, az Vladimir Szuhi Mester játéka. Attól függetlenül, hogy korábban a Pulzár egy Vladimir Szuhi játék volt, amit most mellőztem, de most az Underwater Cities-zel szeretnék tovább menni. Úgyhogy odaadom neked a kettes marad, a hatos ideadod nekem. Hatos adom, és akkor a kettes, az Underwater Cities-en megyünk tovább. Jó. Azul vagy Bonfire. Nagyon egyszerű döntés. Így a végére, ugye egyes ötös maradt, azért odaadom, hogy fogdost a jó kezedben. Ugye az egyes az azul. Az egyes az azul. Az ötös pedig a Bonfire. A Bonfire egy új kedvenc. A trükkös Stefan Feltől sok játékot szeretek. Tehetted volna a Triant, az Amerigót, a Tuscanyt is. Engem meglepett, hogy a Bonfire tette, de ez egy nagyon okos döntés volt. És a Bonfire-rel még nem játszottunk a rengeteget, nagyjából 6-7 partig lehet benne. Többnyire ketten dolgoztunk vele, mégis gondolkodom a kiegészítőn, de tartok, hogy nem fogjuk kihasználni. A Bonfire-ben bőven van felfedezni való. Nagyon könnyen jut a játékos gyorsan, különleges képességekhez. Fantasztikusan mély, és azért homlokráncoló döntéseket bíz a játékosokra. Komplex játék. Pekhér az azul versenyzik. Tehát az azul egy... Hát nem véletlen tettem bele az azult, bevallom. Szóval... Egy továbbjutó killer az azul. Az azul nekem egy hatalmas nagy favorit. Csodálatos, hogy
játék közben tud kialakulni, hogy mennyire erős az a bizonyos kompetíció, hogy azokhoz a csempikhez hozzájussunk. Olyan gyönyörű a játékmenete, a komponens készlete. Tisztességtelen a verseny, mert ezt a kettőt egymás mellett versenyeztetni trükkös, de hát ezenek a senki nem ígérte, hogy könnyű lesz. Jó. Most a szívemre figyelmén dacára annak, hogy a Bonfire-t én nagyon szeretem. Tényleg nagyon szeretem. Ha van kedvetek Bonfire-ezni, szóljatok, csatlakozok, jövök. Fantasztikus játék, azul megy tovább. Maradt a Caverna, az Ark, az Underwater Cities és az Azul. Így van. Az Underwater Cities a 2-es, az Azul az 1-es, az Ark a 3-as. A 3-aska és akkor a 7-es. És a Caverna a 7-es. Tedd le a Cavernát. Jó. Így tesszük. Kutyult meg ezt a 4 darab lapot. Nem tudom, hogy melyik kettővel kell majd tovább menjek. Melyik kettő fog versenyezni. Húzz egyet. Kettő. Hát egyet, meg még egyet. Egyet, meg még egyet. Úgy. Hármas, kettes, kettes, hármas. Hármas, kettes, tehát az Ark. És az Underwater Cities. És az Underwater Cities. Egymás mellé teszem őket magasságban. Jó. Tehát Ark vagy Underwater Cities. Kettes vagy hármas. Korábban beszéltem már mindkettő játékról, hogy miért tartom zseniálisnak. Az Ark gyönyörű. Barangolós, felfedezős, a kiegészítő rengeteget dob rajta ezekkel a különleges képességekkel. Az Underwater Cities önmagában egy fantasztikus ihletet remek mű fix fordulószámon keresztül, ahogy az Ark. Az Underwater Cities nekem nem annyira szép. A komponens készlete sokkal gyengébb, mint az Ark-nak. Azért nem rossz. Maga a színhasználata is. Tehát tulajdonképpen ezek a tokenek... Mi ez? Szerintem nem olyan csúnya az Underwater Cities. Jó, de erről már vitatkoztunk egyébként többször, hogy a Mars szerintem csúnyább, mint az Underwater Cities. Igen, két játék van, az egyik ronda, a másik még rondább. Az Underwater Cities-re nagyon-nagyon ráfélne egy újra kiadás. Mind a kettő megjelent magyarul, mind a kettőt nagyon szívesen játszom. Ebből a kettőből az Underwater Cities nekem erősebb. Erősebb játék. Iszonyatosan fáj, hogy ezt kell mondjam az Ark elveszett romjaira, hogy ebben a versenyben most búcsúzunk tőle. Bye-bye. Ne haragudj Ark, bye-bye. Bye-bye. Épül egy torony. Hányos az Ark? Ez a hármas volt. Hármaska volt? Bye-bye, hármaska. Bye-bye, és hát akkor Azul itt vannak az vagy Caverna? Igen, egyes vagy hetes. Az Underwater-t megőrzöm neked az utolsó nagy fordulóra. Hihetetlen ügyesen válogattál, ugyanis én, amikor készültünk erre a kihívásra, akkor így végig gondoltam, hogy magamnak miket válogatnék, és van olyan, amit sejtettem, hogy magaslatba be fogod tenni, de van olyan, ami nincs. Igyekeztelek meglepni, igen. Igen, hiszen nem fontos ez a meglepetés, hogyha több játékunk van, hogy az 1-es, 7-es közül választok. Azul vagy Caverna. Azul vagy Caverna. Van egy tippem, amit fog választani. Az Azulnak azóta egy csomó része van, nagyon izgalmas újabb megfejtésekkel, a legújabb az a királynő kertje. Mit? Semmit, csak megtippeltem, melyiket fogod választani. Itt koketálsz itt nem velem, hát ez, ne. milyen dolog ez? Jó. Na, okay. Melyik legyen? Caverna vagy Azul vagy Caverna, nem tudom, egy nő kell kenyéren. Úgy érzem, valami Joy, akinek döntenie kell. Nincs csalás. Úgy gondolkodj, hogy a másik elég. Bennem most a kisgyerekes apuka dönt, aki megpróbál esténként könnyedén társas játékozni. Cavernával évente kétszer játszunk. Mindkettő alkalom piros betűs ünnep. Nagyon-nagyon sokat jelent. Pláne, amikor kiegészítőt is ráveszünk a történetre. Általában úgy szoktuk, hogy játszunk egy alapot, kapunk egy eredményt, és játszunk gyorsan még egyet kiegészítő fajokkal, mert univerzumról van szó. Akár a kicsi kétfős kompakt változatot említjük, az is nekem nagyon szépen hozza ezt a Caverna életérzést, hogy mi mivel függ össze, ebből a kettőből én az Azullal megyek tovább. Tehát most nekem az Azul az a döntés, és búcsúzunk a kedvenc számomtól a 7-estől. Hetestől búcsúzunk, és akkor 7-es! Úgy adta a random, hogy Underwater Cities vagy Azul. Igen. Kérlek, hozd meg a döntést, 1-es vagy 2-es. Azul, avagy Underwater Cities maradjon legvégsőként. Ez olyan játékokat válogattál ki, hogyha én egy apokaliptikus bunkerben kellene életem végig túléljek. Ugye? Ez a 8 játékkal túlélnék. Nagyon fájna a szívem egy csomó játékért, amit nem válogattál be. Én is imádom őket. Tehát hogy mondjuk ebbért van ez a 8-as lista, neki ugye első nekifutásban, hogy Five Tribes, de... Nem kapsz Five Tribes-t. De a Five Tribes így hamuvá lesz a az apokaliptikus mocsokban. Így van. Úgyhogy Underwater Cities vagy Azul.
az Azul 2-3 vagy 4 játékos összére ketten a legjobb. Az Underwater Cities-nek hatalmas nagy varázs 40 perc játékosonként 2 órába belefér. Tehát ugye közösen pakolgatjuk ki az alkatrészeket, nekünk az alapdobozban benne van a rögtön a kiegészítő is, de belefér, bízom benne, a kiegészítő megérkezik magyarul, és hangsúlyozom, hogy itt és most ez a döntés erre a videóra vonatkozik, én az Underwater Cities-t választom. Tényleg? Elraktad az Azult? El. De kár! Eltaláltam! Erre tippeltem. Ezt tippeltem. Komolyan? Ah, tudtam! Az Underwater Cities, igen, mondtad, hogy a végén ez lesz? Igen, tudtam, választani. Igen. Ezt komolyan? Komolyan. Én meg a juharvölgyel beszívtam, hát legalább bejutott a legjobb névbe. És sejtettem. Ránéztél erre a 8 és azt mondtad, hogy az Underwater... Miért? Nem tudom, azt gondoltam, hogy a Terra Mysticát nagyon szereted, de ki fogod szórni valamivel szemben. Valami volt egy ilyen érzésem. És még egy kicsit féltem, hogy az Arnakot tovább bent tartod, de ez így nagyon jó volt. Nagyon. Az Azul az igazi csali volt, mert tudtam, hogy imádod. Ó, nagyon, igen. Jól jöttek ki a kártyáknak. Ó. Ügyes voltál, lett egy Underwater. Én voltam ügyes, eltaláltam rögtön az első. Szerintem ez egy igazán kihívásokkal teli játék volt mindkettőnek. Megtartottad a kettes. Gratulálok. Köszönöm szépen, ennyire egy kettesnek még sosem örültem. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, reméljük, hogy tetszett, és írjátok meg, hogyha ti is otthon megcsináljátok. Egyébként pedig gyertek át Facebookra és Instagramra, reméljük hamarosan találkozunk. Hogyha tetszett ez a videó, ne felejtsetek el lájkot dobni, hamarosan újra látjuk egymást, addig is jó játékot. Sziasztok! Sziasztok!